A virágos növények és a beporzók együttműködése hosszú évmilliók alatt alakult ki. E kapcsolat megfelelő működése alapvető fontosságú az emberiség számára. A mérsékelt égőben a méhek a legtöbb növényfaj számára a legfontosabb beporzó szervezetek. A beporzás az úgy történik, hogy a méhek kirepülnek a kaptárból, és ugye rámennek a virágra. A virág, amikor ők nektárt szívogatnak. Tehát van egy ilyen, először úgy kezdeném, hogy van egy kérdés, amit fel szoktam tenni előadáson a gyerekeknek, hogy a méhek mézet gyűjtenek, igaz? Vagy a méhek nektárt gyűjtenek? És akkor jönnek a válaszok, és mondják, hogy hát nagyon sokan jól tudják, hogy a méhek nektárt gyűjtenek. Ez a helyes válasz. A nektárból a méhek készítik a mézet. Ugye, amikor a méhek kirepülnek a kaptárból, rászállnak a virágra, az egész testüket virágpor borítja. Egyik virágról a másik virágra szállnak, és ezáltal porozzák be a növényeket. A méhek kulcs szerepet töltenek be a növények beporzásában és a méz előállításában. Egyetlen házi méh napi 7000 virágot látogat meg átlagban, és 4 millió virágot kell meglátogatnia 1 kg méz előállításához. Hogy a mézet mindenki ismeri, immunerősítő, sebfertőtlenítésre, tehát mindenféle vitaminokba gazdag, immunerősítésre használjuk. Ugye vannak különböző mézek, hársméz, akácvirágméz, napraforgó virágméz, mindenféle mézet ismerünk. A virágpor is nagyon fontos. Szerintem ugyanolyan fontos szerepe van a virágpornak, mint a méznek. A virágporban rengeteg vitamin van, ezért én azt javasolnám, hogy mindenki fogyassza. B-vitaminok, rengetegféle vitaminok. A méhviasz. A méhviaszt régen mire használták? Tehát az ókorban világításra használták, mai célok főként a kozmetikai iparban található, tehát főként ott használják, illetve a méhészek ugye a lépek építetéséhez használják. A méhpempő és a propolisz. A propolisz is a mai helyzetben nagyon-nagyon fontos alkotóelem a része a méhészetnek, mivel az is immunerősítő, az is fertőtlenítő hatással rendelkezik, ugyanúgy, mint a méhpempő. Tehát a méhpempőben ezek a dolgokat én úgy gondolom, hogy a mai helyzetben szerintem mindenkinek fogyasztani kéne. Vigyáznunk kell a beporzó állatokra, és különösen a méhekre, hiszen számos veszély fenyegeti őket. Az éghajlatváltozás, a mezőgazdasági rovarirtószerek és a környezetszennyezés együttesen veszélyezteti fennmaradásukat.